Megjelent Bene János Múzeum igazgató hiánypótló könyve, amely a II. Világháborúban Nyíregyházán állomásozó katonákról szól. A hadsereg jelenléte a 19. század második felétől egyre fontosabb volt a város gazdasági, társadalmi és kulturális életében is. Kevés helytörténész van hazánkban, aki a köztörténelem mellett a hadtörténelemmel is foglalkozik, közölte Szabó Péter kutató főtiszt, aki egyben a kiadvány lektora is volt. Hozzátette, Budapesten kívül nincs olyan város, ahol a II. Világháború alatt annyi fegyver és csapat volt jelen, mint Nyíregyházán. A Magyar Királyi Honvédség egyes alakulatainak történetéről az 1900-as, 1990-es és 2000-es évektől ugyan szép számmal születtek kötetek, de olyan monográfia, amely egy adott településen állomásozó valamennyi honvéd alakulat történetét dolgozta volna fel a 20. század meghatározott időszakaiba, tudomásom szerint ez idáig nem jelent meg. János korábbi egyéni és társszerzős munkái ehhez megfelelő alapot nyújtottak. A kötetben Bene János bemutatja a II. Világháború magasabb parancsnokságainak, valamint többek közt a helyi gyalogos, páncélos és tüzér alakulatainak szerepét Nyíregyházán. A könyvanyagát már a 90-es években elkezdte gyűjteni, felkutatva a megyében élő egykori katonákat. Ezután a hadtörténeti levéltárból, illetve a helyi sajtóból gyűjtött forrásokat, valamint közel 300 fotó is bekerült a kiadványba. Igyekeztem visszaemlékezésekkel egy kicsit színesíteni, tehát ezek száraz tények. Szóval az, hogy egy csata megkezdődik, az megkezdődik. Hogy annak vannak a csata az mozog, azt le kell írni, és az egyszer befejeződik. Na most ezek a tények mellé próbáltam azért gyűjteni visszaemlékezéseket, amelyek a személyes élményeket tükrözték. Tehát, hogy egy csapatiszt hogy látja azt a harcot, egy közkatona hogy látja, mert egészen másképp látja egy tiszta a parancsot, hogyan hajtja végre, meg egy katona, akinek végre kell hajtani. Na hát ezekben vannak azért néhány nagyon szép irodalminak nevezhető visszaemlékezés is. A Nyíregyháza katonasága a II. Világháborúban című könyvben különböző fejezetekben lehet megismerni ezeket a történeteket, például az ukrajnai hadjárat, a donkanyari csaták és a 44-es harcokon keresztül.